Hát a virágéknál. Várjál, baba. Annácskával fogjuk játszani Szendrei 1-es kötetből a 15-ös gyakorlat, mely nem más, mint a Virágéknál ég a világ című híres magyar gyermekdal. Zengesd meg egyet! Kinyitjuk, hogyha véletlenül földindulás van, akkor se legyen baj. Egyébként, hogy elmondjam, nyilván ezt nem én találom ki, hanem tőlem jóval-jóval okosabb emberek, akik gitározással foglalkoznak, hogy hanem zeneoktatással. A zeneoktatás az a tevékenység az agyban, a zenetanulása, a hangszernek a kezelése. Most már ezt bizonyították Amerikában, ott mindenre van pénz, és egy csomó mindent bizonygattak. Tanulmányok készülnek, és konkrétan bizonyítékok vannak arra, hogy olyan területeket mozgat meg az agyban a hangszeres tanulás, ami semmi egyéb, sem a sport, sem semmilyen más tevékenység nem mozgatja meg az embernek ez a agyának azt a területét, csak és kizárólag a zene. Ugyanis miről van szó? Mondok egy érdekes sztorit majd ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag kigyakorolni azt a képességet, hogy először is emóció a zene. Ugye ez fontos, hogy ha nem érzünk, akkor vele se fogjunk. Bár hát azt gondolom, hogy ha feltenném ezt a kérdést 100 emberből, hogy ki az, aki nem szereti a zenét, akkor 100 emberből 100 azt mondaná, hogy ő szereti. Tehát az, aki nem szereti a zenét, mindegy, hogy milyen zenét, beszéltünk itt a fekete pákóról is, mert valaki azt szereti, vagy nem tudom mi, vagy bármilyen bonyolultabb harmónia rendű fúziós zenét, tehát hogy ilyen nincs. És egyszerre, csak fejleszti az emocionális képességeket, ami egy nagyon komoly finom motorikával kell, hogy párosuljon mondjuk gitár esetében. És ez olyan dolgokat eredményez a fejbe, amit egyéb más tevékenységek nem. Úgyhogy én mindig azt mondtam zenetanárként, hogy nem kell, hogy mindenképpen gitáros legyen, mert nem ez a cél. Az a cél, hogy szeresse a muzsikát, és bármikor az életében legyen egy hangszer, legyen az gitár, zongora, citera, mit tudom én, tilinkó vagy triangulum, amit szívesen megszólaltat, és azt érzelmből teszi. Ez szerintem nagyon fontos. Na drágám, tehát akkor az 51-es gyakorlatnak a C részét fogjuk hallani Annácskától. Kibontok a képből. Megkeltem. Fogom. Készültünk az alkalomra, a következő dalunk a Hullafejes, ami Twinkle Twinkle címmel szerepel, ugye? Angol.
kettő. Ugye az? A hullabejhős, nem? Nem, az a tündér. Ugye Feri, tündér, jaj, bocsánat, Annácska, tündérmesét játszol, jó? Hát egy kis tündér a tündérmesét játszol. Mehetünk már? Tehát Fairy Tale, tündérmese következik. Köszönjük szépen, Szilas Annát hallottuk.